Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB1-es női csapata pénteken sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Maria Agbaba a klub utolsó nyári igazolása. A 24 éves szerb átlövő egy éves szerződést kötött a Szombathelyi Gárdával. A 177 centi magas, balkezes játékos számára nem ismeretlen a magyar bajnokság, ugyanis korábban Siófokon és Békéscsabán is szerepelt. Az SKKA már évek óta keresett játékost erre a posztra. Egy hiányposztot próbáltunk betölteni vele, én azt gondolom, hogy ő vele sikerült is, úgyhogy én azt gondolom, hogy innentől teljes a keret, 17 fős játékos állományra fog dolgozni a Marosán György vezetőedzőnk a felnőtt keretnél. A csapat vezetőedzője Marosán György szerint jól átgondolt döntés hoztak a szerb légiós leigazolásával, a tréner szerint Agbaba sokat segíthet a csapatnak. Kerestük azt a minőséget, ami nekünk járért, arányban is megfelelő, illetve fejlődnünk tudunk, a játékunk fejlődni tud, a stratégiai repertoárunk tud nőni, és én gondolom, hogy ez egy kölcsönösen jó megállapodás. A Mária is már rutinos játékos, játszott Magyarországon, az nekem nagyon fontos volt, hogy ne most kelljen beleszokjon a magyar kézlabda ritmusába. Agbaba tagja a szerb válogatott bőkeretének, és éppen egy magyar klub megkeresésére várt. Nagyon szerettem korábban Magyarországon kézilabdázni, erre vártam, hogy Magyarországról is kapjak ajánlatot. A szombathelyi megkeresés után beszéltem az itteni lányokkal, akik pozitív véleménnyel voltak a klubról. Ezért döntöttem úgy, hogy itt folytatom. Az SKKA szeptember 6-án a Dunaújváros vendégeként kezdi az NB1-es bajnokságot.